A Magyarországi Ganoderma piac résztvevői című sorozatom egy új taggal bővül. Nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. Ez az új tag, itt látható a fotója a képen, a Vita Crystal Research nevű cég gyártja, úgy tűnik legalábbis, én eddig a weboldalig jutottam el, ez a PVG kapszula, ami valószínűleg abból jön, hogy pecsét viasz gomba. A weboldal csak román nyelvű, és hogy a román az nekem nem az erősségem, de fordítóval mégiscsak sikerült lefordítani azt a néhány semmit mondó adatot, amit erről a kapszuláról össze lehetett gyűjteni. Azon kívül, hogy a 100 kapszula az ennyibe kerül, a 250 kapszula meg annyiba kerül, semmilyen információt nem lehet róla megtudni. Azokat, amiket leír, azt bármelyik ganoderma kapszuláról el lehet mondani, a pecsétviaszgomba valóban ilyeneket tartalmaz, mint triterpének, meg beta-glükának, meg ilyesmi, de nem lehet kideríteni erről a cégről, pontosabban a termékéről, hogy ők termesztik-e a gombát, vagy veszik, nem lehet tudni, hogy ők készítik-e belőle a kapszulát, vagy valaki más, nem lehet tudni azt, hogy milyen eljárással, nem lehet tudni, hogy mi a tömörítési aránya ennek a készítménynek, nem lehet tudni, hogy van-e neki bármiféle minőségi igazolása, mert még a bio sincs kitéve, meg még olyan sincs, hogy ellenőrzött minőség, ami szintén nem sok mindent jelent, de még az sincs kiírva. Úgyhogy én semmi jót nem tudok erről elmondani. Én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy ezzel szemben egy olyan termék, amelyiknek olyan minőségi igazolásai vannak, amiről a legtöbb cég még csak talán nem is hallott. Én biztos, hogy nem ezt választanám.